Több mint 25 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírussal. Európában, Spanyolországban van a legtöbb fertőzött, több mint 430 ezer esetet jelentettek. Csehországban több mint 500 új igazolt koronavírus fertőzöttet mutattak ki, ami a járvány tavaszi kezdete óta a legnagyobb esetszám. A román egészségügyi miniszter szerint a lakosság kevesebb mint 4%-ánál már kialakulhatott ellenálló képesség a vírussal szemben. Csökkent az új megbetegedések száma Spanyolországban az elmúlt 4 napban. Ennek ellenére sokan aggódnak a járvány második hulláma miatt. Én őszintén aggódom, az unokáim iskolába járnak és aggaszt, hogy elkaphatják a vírust, mondta ez a madridi lakos. Az Egyesült Királyságban szigorú járványügyi intézkedések mellett mentek vissza a diákok az iskolákba. Londonban új bicikliutak kialakítását és a járdák kiszélesítését tervezik, hogy nagyobb társadalmi távolságtartásra legyen lehetőség, miközben a kormány új programja arra ösztönzi a lakosokat, hogy többet sétáljanak és biciklizzenek a túlsúlyosság elleni küzdelem részeként. Elmondták, hogy az egészséges életmód hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjenek a koronavírus szövődményeinek kockázatai. Megdőlt a korábbi rekord az egy nap alatt regisztrált új esetek és az elhunytak számában is Ukrajnában. Itt több mint 2400 új fertőzöttről és 51 halálos áldozatról számolt be az egészségügyi miniszter. Romániában csak nem 1300 új koronavírus fertőzöttről számoltak be a hatóságok, amivel az országban a járvány kezdete óta beazonosított esetek száma meghaladja a 90 ezret. Szakértők szerint az elmúlt napok növekedése a fertőzés terjedésének gyorsulását jelzi az országban. A Fox News televízió birtokába jutott egy videó felvétel, amelyen Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke maszk nélkül több járványügyi szabályt áthágva ment egy szépségszalomba hétfőn. San Franciscóban ugyanis nem nyithatnak ki a fodrászatok és a hajvágás csak a szabad levegőn engedélyezett. Az Egyesült Államokban a fertőzöttek száma megközelíti a 6 milliót, és több mint 180 ezeren vesztették életüket a vírus szövődményei miatt.